Itt vagyunk Kiskunhalason, Európa egyetlen mobil járványkorházának főbejárata előtt. Itt körülöttem látható, hogy kerítés, méghozzá szöges drót kerítés veszi körül ezt a mobil járványkorházat. Ennek az az oka, hogy a büntetés végrehajtás területén vagyunk, itt mögöttünk pedig egy börtön található ezt a mobil járványkorházat rekord gyorsasággal, mindössze két és fél hét alatt 540 magyar ember építette föl, ami mindenféleképpen mérnöki és kivitelezői csúcs teljesítmény. Ehhez hasonlót Kínában tudtak csak produkálni a koronavírus járványjal kapcsolatban. Igazán nem értem, hogy a minisztérium miért nem adott nekünk arra engedélyt, hogy az épületen belül is forgathassunk, ugyanis most, hogy Körülbelül két órán keresztül Szepesvári Szabolcs főigazgató végigmutatta nekem a kórtermeket, láthattam azt, hogy három részre van osztva ez a kívülről egyébként nem is látszik, hogy milyen hatalmas járványkorház. Megállapíthattam azt, hogy valóban csúcs technológiával van felszerelve, és igazán büszke lehet Magyarország arra, hogy Európában egyedüliként egy ilyen mobil járványkorházat mindössze két és fél hét alatt fel tudott építeni. Azt azonban kevesen tudják, hogy ezt a csúcs teljesítményt és ezt a rekordidőt, ezt annak köszönhetjük, hogy az a terület, ahol jelenleg vagyunk, itt a Kiskunhalasi büntetés végrehajtás területe, ez már korábban kialakításra került, a migránsok fogadásának céljával közművesítették is a területet, illetve azok a konténerek, amelyekből összeállították magát az épületet, azok már a büntetés végrehajtás, tehát a magyar állam tulajdonában voltak, hiszen a migránsok miatt kellett ezeket a konténereket is beszerezni. Így aztán közvetett módon, de valójában a migráció, illetve egészen pontosan a migráció elleni küzdelemnek köszönhetjük azt, hogy Európában egy ilyen egyedülálló teljesítményt tudott Magyarország mindössze két és fél hét alatt összehozni. A Fidesz azonban nem csak a mobil járványkórházat köszönheti a migrációnak, illetve a migráció elleni harcnak, hanem tulajdonképpen a hatalmát is. Ahhoz azonban, hogy ezt megértsük, egy kicsit vissza kell mennünk az időbe. 2011. november 11-én már a saját általam kiadott újságomban, amelynek főszerkesztője is voltam, a Magyar jelenben közöltem egy cikket azzal a címmel, hogy Ostrom alatt a magyar határ, és többek között Éberhard Gábor rendőr alezredessel ennek a magyar-szerb határszakasznak az első számú vezetőjével beszélgettem arról, hogy már 2011-ben óriási nyomás alatt volt ez a déli határszakasz. Ugyanakkor ebben az írásomban, tehát 2011-ről beszélünk, arról is írtam, hogy az Orbán kormány 2012-re előirányzott költségvetésében 600 millió forintot különített el arra, hogy a bevándorlókat, migránsokat letelepítsék, integrálják Magyarországon a magyar társadalomba. Tehát föl sem merült az Orbán kormány részéről, hogy valahogy megvédjék ezt a határszakaszt. 2013-ban ugyanezt mondta nekem itt Ásotthalmon az akkori Fideszes polgármester Petró Ferenc, aki elmondta, hogy ő, mint kormánypárti polgármester semmit sem akar tenni a migráció ellen, a kormány ebben nem is támogatná, és ez egyébként is egy globális probléma. No hát ezért indultam el, és lettem aztán 2013 év végén ásotthalom polgármestre, hogy valahogy akkor, ha más nem, akkor én egyedül megküzdök ezzel a migrációval. 2014 májusában, tehát frissen megválasztott polgármesterként rögtön megalakítottuk a mezőrségeti társadalmon, és három, négy, aztán öt mezőrrel kezdtük védeni az akkor még Teljesen kiszolgáltatott határt, ahol semmi nem állította, semmi és senki nem állította meg az egyre nagyobb létszámban érkező migránsokat. 2014 második felében pedig már az akkor még létező Facebook oldalamon keresztül kezdtem az egész országos közvéleményt arról tájékoztatni, hogy mi zajlik itt a határon, hiszen akkor még senki nem beszélt erről, és az év vége felé valamikor 2014. Őszétől pedig kezdtem az akkori Csongrád megyei kormánymegbizotton, illetve a rendőri vezetőkön keresztül javasolni, kérni, aztán a végén már követelni a határkerítés megépítését. Erről írt 2015. januárjában az Origó is. Közben aztán már a világ minden részéről érkeztek ide hozzám a különböző médiumok munkatársai, és az igazi fordulópontot 2015. februárja jelentette, amikor a BBC-vel együtt megérkezett a hívásunkra Morvai Krisztina, európai parlamenti képviselő is, aki aztán itt Ásotthalmon lakossági fórumot tartott a védekezésről, és akkor mutattam meg neki, hogy ezen a határon keresztül, amit akkor senki nem védett, nem, hogy fegyvereket hozhattak volna be a migránsok vagy akár terroristák, hanem akár egy tankot is. Igen. Ott mennek a hatásértők 50 méterre a határállomás mellett jönnek. A fordulópont tehát, ahogy mondtam, a BBC, illetve az akkori európai parlamenti képviselő morvai Krisztina ásott halmon való megjelenése jelentette, de valójában ez azért lehetett akkor fordulópont, mert ezzel egy időben a Fidesz népszerűsége hihetetlen mértékben zuhanni kezdett, ugyanis ez volt az az időszak, amikor egy egész ország népe ismerhette meg például Mészáros Lőrinc nevét. Ez a forduló pont vezetett odáig, hogy még az Origo is akkor arról írt, hogy a Fidesz ellopta a kerítés építési ötletemet, de a helyzet az, hogy én ezt akkor is elmondtam az újságíróknak, és azóta is tartom, hogy természetesen minden ilyen jó ötletet ellophat tőlem bármelyik kormány. Számomra az a legfontosabb, hogy Magyarországnak jó legyen. Így kezdett tehát 2015 nyarán megépülni a mellettem látható határkerítés, és ezzel párhuzamosan a Fidesz zuhanó repülése is hirtelen megállt, és aztán elkezdett növekedni a Fidesz népszerűsége, és aztán ma már tudjuk, hogy a választásokat is ennek a határkerítésnek és a migráció elleni küzdelemnek köszönhette a Fidesz. Magyarországot azért akarják elítélni, mert a magyar emberek 000 úgy döntöttek, hogy a mi hazánk nem lesz a, a ország. Eközben én még mindig egy kicsit magamra hagyva küzdöttem itt tovább a határon. Az újságírók egymásnak adták a kilincset, ekkor már nem csak a BBC vagy az Al Jazeera vagy a CNN jött hozzám, hanem akkor már a magyarországi újságírók, a kormánypárti média is megjelent, és a balliberálisok is elkezdtek foglalkozni ezzel a témával. De én azért még mindig egy kicsit magamra hagyva éreztem magamat, hiszen azt a terepjárót, amivel akkor a határt és a mai napig a határt őrizzük, azt az akkor még létező Facebook oldalam követőinek adományaiból vásároltuk. De bármennyire meglepő, nem csak Orbán Viktornak sikerült akaratomon kívül ötletet adni, és aztán ezáltal az ötlet által hatalomban tartani, hanem Donald Trump amerikai elnöknek is. Az egész azzal kezdődött, hogy 2015-ben készítettem egy, hát ahogy akkor az újságírók megfogalmazták, egy ilyen akció videót, amely bejárta az egész világot a YouTube csatornán, ahol publikáltuk pillanatok alatt két milliós megtekintést ért el, és a világ vezető híradói beszámoltak róla, nem volt ez más, hogy az Amerikai Egyesült Államokban sem. Despite the searing criticism of its handling of the migrant crisis, Hungary shows no signs of changing its policy towards Syrian refugees. And now a mayor from a small town along the Hungarian-Serbian border is striking out with his own social media campaign. And his message is uncompromising. Ezután vették fel velem a kapcsolatot Amerikából azok az emberek, akik már akkor Donald Trump kampányát tervezgették. Ez a kapcsolat felvétel egészen odáig jutott, hogy 2016 nyarán Charles C. Johnson meglátogatott itt, és megmutattam neki az addigra már jelentős részben felépült határkerítést. Charles C. Johnsonról csak annyit tudtam akkoriban, hogy egy szenzációs figura, akit az amerikai sajtó egyébként Amerika legnagyobb internetes trolljának is szokott nevezni, de egyébként egy oknyomozó újságíró, aki nagyon nagy embereket, üzletembereket, politikusokat is meg tudott már buktatni az Egyesült Államokban. Később aztán azt is megtudtam, legalábbis az amerikai média ezt írja Charles C. Johnsonról, hogy nem csak egy tagja, a Trump-féle kampánycsapatnak, hanem a színfalak mögött az egyik irányítója és aztán nem csak ő, hanem az egyik kongresszusi képviselő, Dina Rohrbacher is felvette velem a kapcsolatot, Trumpféle kampány kellékeket tartalmazó csomagot is kaptam 2016-ban, például ezt a kampány sapkát, amit itt a kezemben tartok. Így aztán 2016 novemberében én magam is gratuláltam Donald Trumpnak a győzelméhez. De azért a gratulációba is beleírtam, hogy a puding próbálja az evés, majd meglátjuk, hogy mit tart be azokból a szépen hangzó ígéretekből, amit Trump már 2016-ban a kampánya során elmondott. Charles C. Johnson befolyása a későbbiekben is megmaradhatott, hiszen 2017-ben a Forbes magazin írt az Egyesült Államokban arról, hogy Charles C. Johnson a színfalak mögül tovább irányítja. Trump stábját, aztán 2018-ban szintén az amerikai New Yorki székhelyű Half Post írt arról, hogy informális találkozót tartott Charles C. Johnson az amerikai Egyesült Államok kereskedelmi miniszterével, Wilbur Rossal. És hogy miért meséltem mindezt el? Hát azért, mert egy unortodox pártelnök vagyok, aki számára nem a párt érdeke az első, hanem a haza érdeke. Ezért örültem annak, hogy Orbán Viktor és Donald Trump is ellopta az ötletemet, és elkezdték építeni a déli határt védő kerítést, hiszen az illegális migráció megállítása egy rendkívül fontos misszió. Annak viszont már nem örülök, hogy miközben a déli határon, itt a magyar-szerb határon ez a kerítés megépült, a közben legálisan folyamatosan érkeznek a bevándorlók Magyarországra, akár egyetemistaként, akár vendégmunkásként, vagy akár éppen bűnözőként, hiszen ezt egy korábbi videóban már megmutattuk, hogy jönnek Afrikából vagy éppen Ukrajnából egyetemisták, vendégmunkások, de jönnek sajnos nigériai drogcsempészek is. Szintén nem örülök annak, hogy Trump választási ígéreteiből sem sok valósult meg, hiszen például az amerikai határvédelem vezetőjének tavaly novemberi nyilatkozata szerint eddig az amerikai-mexikai határon mindössze 125 kilométernyi határt védő fal épült meg. Hát csak összehasonlításképpen jegyzem meg, hogy ez a magyar határkerítés itt mögöttem 175 kilométer hosszú. De a remény hal meg utoljára. És mivel már én egyszer adtam akaratomon kívül is valamit Orbán Viktornak és Donald Trumpnak, most én fogok tőlük valamit kérni. Jövő héten levélben fordulok Donald Trump amerikai elnökhöz, legalábbis ameddig még az elnöki székben ül, illetve kampány csapatának tagjaihoz, különösképpen azokhoz, akikkel korábban is tartottam a kapcsolatot, és arra kérem őket és az Amerikai Egyesült Államok elnökét, hogy segítsen nekem abban a harcban, hogy megállíthassuk már Zuckerberg birodalmát, a Facebookot, hiszen észre sem vesszük és kimossák az emberek agyát, most már öncenzúrát alkalmaznak az emberek, miközben a legdurvább orvelli rémálmot valósította meg a Facebook, amikor már a magánéletet sem tisztelik és kereskednek az adatainkkal. Reménykedek, de nincsenek illúzióim, hiszen annak az amerikai kongresszusi képviselőnek, akit korábban említettem, aki felvette velem még a kampány során a kapcsolatot, Déná Rohrbachernek az asszisztense is azt válaszolta a minap a levelemre, hogy a legfontosabb republikánus politikusok, akik felszólalhatnának az érdekemben, egyszerűen félnek a Facebook bosszújától. Konkrétan azt írta, hogy sőt, sokan közülük, Facebook felhasználók, és valószínűleg tiltásra kerülnének, ha mások nevében felszólalnának. Ez nem kevesebbet jelent, mint hogy a Facebook és a mögötte álló pénzemberek ma már nagyobb hatalom, mint a jelenleg politikailag hivatalosan az Egyesült Államokat irányító republikánus politikusok. Így aztán én ezt a harcot is megvívom és végigviszem, de ezzel egy időben már arra kell felkészülnünk, hogy kell egy olyan magyar közösségi hálózat, ha úgy tetszik egy magyar Facebook, amelyre sem a többnyire amerikai központú nemzetközi, sem a hazai oligarchák, pénzemberek nem fognak tudni nyomást gyakorolni, és nem tudják majd cenzúrázni a politikai tartalmat. Orbán Viktor kormányától pedig azt kérem, hogy támogassa majd azt a komplex, új korszakot és paradigmaváltást hozó programot, amelyet a jövő heti videómban mutatok majd be, és amelyet önökkel közösen állítottam össze, hiszen a korábbi YouTube videóm alatt több mint 700, az oldalamon a torockai.infon keresztül pedig szintén több száz olyan javaslat, ötlet, hozzászólás, üzenet érkezett, amely alapján körülbelül ezer magyar ember véleménye alapján sikerült azt a programot összeállítani, amelyet az elmúlt napokban vállalkozókkal, gazdákkal és természetesen a Mi Hazánk Mozgalom vezetőivel egyeztettem, és ahogy az előbb említettem, a jövő héten ezt be is fogom majd mutatni. Hiszek abban, hogy ez a program nem csak új korszakot és paradigmaváltást fog jelenteni, hanem talpra állítja majd azt a nemzetgazdaságot, amelyre többek között szükségünk van azért, hogy Magyarország visszanyerje azt a függetlenségét, amelyet akár az Európai Unión kívül is meg tud majd tartani.